Phil evolúciója. Hogyan kezdte Phil Heath testépítő pályafutását? Maradjatok vele! Üdvözlök mindenkit, Tari Áramlók, és a mai alkalommal érdekes témát hoztam. Phil Heath evolúciójáról fogunk egy kicsikét beszélni. Nem csak a testépítő karrierje előtt, hanem azt megelőzőleg a kosárlabda karrierje előttről is. Egészen mostanáig, napjainkig, ahol ugye 7-szeres Mr. Olympia, és 2018-ban, tehát ebben az évben szintén ugye készült a Mr. Olympiára 8. címéért, viszont azt nem sikerült neki megszereznie. Úgyhogy vágjunk is neki. Ami Phil-t illeti, ő egy nagyon megosztó személyiség. Rengeteg követője imádja, isteníti őt, de rengetegen utálják is. Ez a gyűlölet kidudorodó gyomra miatt indult el, sokak szerint elcsúnyítja a testépítést, mint sportot, és rossz irányba viszi el. Például ilyen volt a 2017-es formája is, ahol kb. Olyan bele volt, mint aki terhes, és nem is értették, köztük én sem amúgy, hogy a picsába vert el Big Ramy-t, aki csak második helyezés lett. Viszont attól, hogy ilyen megoszló személyiség, az vitathatatlan, hogy egy isten adta genetikával rendelkezik, a világ egyik legjobb genetikájával. Ami a versenyeket és versenyformáját illeti, az első három olimpia versenyén egy nagyon domináló, szinte tökéletes fizikummal rendelkezik. Na most, testépítő karriere előtt Phil-t nagyon érdekelte a kosárlabda, kosárlabdázott gémében, majd egyetemen is. De hamar rájött, hogy nem fog messzire menni a magasságából kifolyólag és képességéből kifolyólag, emiatt elkezdte a testépítést 2003-ban, és elég hamar profi kategóriába került. Phil potenciálja a testépítésben nem volt annyira egetrengető még az elején, senki se felejti el, amikor Phil Jay Cutlerrel találkozott a backstage-ben az egyik amatőr versenye után, és Jay azt mondta neki, hogy Phil még egyszer Mr. Olympia lesz. Így Phil amatőr testépítő karrierje mindössze 2 évig tartott, 2003-tól 2005-ig. Majd végül 2005-ben az NPC USA bajnokságon vált profivá, ahol a nehéz súlyú kategóriában és az overall kategóriában is első lett. 2006-ban debütált proként a Colorado Pro testépítő show-n, és ez az idő, ahol Phil és Kyle találkozott elsőnek, és egy színpadon versenyeztek egymás ellen, viszont Phil elverte itt is Kyle-t, és megnyerte a versenyt. Míg Kyle a nyomában sem volt, hiszen 14. lett ezen a versenyen Kyle Phil után. Tehát Phil nagyon impresszív volt, próként megnyerve első profi versenyét, majd 2006-ban indult egy újabb nagyobb profi versenyen, a New York Pro-n, ami a 3. legnagyobb show az Arnold Classic és a Mr. Olympia után. Phil azt a versenyt is megnyerte, újra elverve Kyle-t, aki helyezést se kapott a 2006-os New York Pro-n. Akkoriban Phil nagyon domináns volt, majd az emberek látták Phil riválisát 2012-ben Kyle Green személyében. Kyle ekkor második lett Phil után, úgyhogy Kyle még idősebb is volt Phil-nél. Tehát Phil annyira fiatalon is nagyon ígéretesnek bizonyult, hiszen az első profi évében már 2 hatalmas profi versenyt is nyert. Na de, még 2006-nál tartunk ugye, tekerünk előre 2 évvel, 2008-hoz. 2008-ban újabb profi versenyt nyert Phil, az Ironman Pro-t, majd második helyezés lett az Arnold Classicon Dexter Jackson után. Majd ugyanebben az évben részt vett élete első Mr. Olympia versenyén, ahol a top 3-ban volt benne. 3. lett. Élete első olimpia versenyén top 3-ban van benne, ez szerintem hatalmas teljesítmény, és attól függetlenül nagyon sokan utálják Phil-t, szerintem a világ egyik legsikeresebb testépítője a mai napig. 2017 és 2018-ban Bubble Gatya volt, ami ez a kidudorodó gyomor, ami miatt véleményem szerint nem nyerte meg a mostani olimpiát, tehát a 2018-as olimpiát, és szerintem nem kellett volna a tavalyi olimpiát sem megnyernie, mert ugye ez már akkor is fent állt. Félretéve a mostani formáját szerintem a világ egyik legjobb testépítője. Na visszatekerve az időt 2010-hez, Phil újra találkozik Kyle-jal. Méghozzá az Arnold Classic show-n, ahol össze is csaptak. Kyle elverte Phil-t, életében először. Érdekesség, hogy Phil rengetegszer indult az Arnold Classicon, és sosem nyerte meg az Ohio-i Arnold Classic címet. Ezen a versenyen láthatjuk Phil-t és Kyle-t összecsapni, ahol mindketten hihetetlen formát hoztak össze, mindketten tolták egymást, arra buzdítva, hogy még komolyabban csinálják ezt a sportot. Ezek ketten egyszerűen legendás riválisok, kezdve Phil élete első profi debütáló versenyével,
ahol, mint említettem, szintén összecsapott a két rivális. 2006-tól egészen a mai napig emlegetik az emberek Kai és Phil összecsapásait. A 2010-es olimpián Phil második helyezés lett Jay Cutler után. Aztán 2011-ben Phil megnyerte élete első Mr. Olympia címét, megnyerve az összes olimpiát egészen 2017-ig, ugyanis 2018-ban már Sean Rodentől kikapott, valószínűleg a gyomra miatt. Tehát a kérdésem a következő lenne, ti mit gondoltok Phil-ről? Vajon vissza fog-e térni a következő évben, 2019-ben, hogy megpróbálja megszerezni a 8. olimpia címét, vagy a mostani vereség után talán teljesen feladta és visszavonva a testépítésből? Írjátok le kommentbe, ha tetszett a videó, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy nyomjon rá egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra még több ilyen videóért. Köszönöm szépen a figyelmet, Tari Ádám voltam, peace!